Na, több mint 2 másodpercet javultál a délelőtti időthez képest. Mennyire vagy elégedett? Gondolom, nálatok is még az alapozás megy, mert hogy te azért egész nyugodtan készülhetsz, hiszen megvan már régóta a párizsi szint. Igen, azért nyugodtabban állt oda, mint mondjuk bármikor a bajnoksághoz, úgyhogy stabilabb volt, viszont ugye a délelőttet azt annyira nem nyomtam, tehát inkább a délutánra akartam fókuszálni. Most ugye azért VB óta, január óta 6 napi erőm volt úgy összesen, 3-3. Másik 3 napot úgy kellett kivennem, hogy már egy mély gödörbe voltam, és onnan kellett kimásznom. Úgyhogy ezáltal így abszolút elégedett vagyok ezzel az időeredménnyel. Nincsen panaszra okom, lesz most egy 7 pihenőm jövő héten, még ezt a maradék 2 napot lenyom a bajnokságba. Úgyhogy pozitívan állok hozzá az egészhez. Mit jelentett ez a mély gödör? Igazából már hosszú ideje csinálom, tehát nem sok pihenőm volt ugye tavaly időszak alatt, ugye a világkupák miatt nem lehetett sok edzést kihagynom. Világbajnokság után 1,5 hét pihenőm volt, vagy 2 hét pontosan, nem tudom. De hát ugye azért egy világbajnokság után 2 hét pihenő, aztán még egy időszaknak neki vágni, még egy világbajnokság. Sűrű, úgyhogy fel kell töltődnöm az olimpiára most már. Ebből kiindulva egyébként úgy érzed, hogy kell még az olimpia előtt egy kis pihenő, amíg fel tudsz töltődni, kikapcsolódni, aztán utána nekiállni a nagy munkának, vagy ilyenkor erre már nincsen lehetőség, így 4 hónappal az olimpia előtt? Hát itt azért láthattuk az élő példát, de az én szempontomból talán a jövő hét ugye az teljesen kihagyás, tehát hogy ott nem fogok vízmenni, valószínűleg maximum tusolni, de én úgy érzem, hogy lehet egy 3 napot kihagyni mindenféle lelki traumával, vagy ilyesmivel, tehát hogy nem kell ezt magára venni az embernek, hogyha kihagyja, nyugodtan lehet, de becsülettel kell készülni, az biztos. Ja, hogy te is mondtad, itt van az élő példa, Milák Kristóf visszatért, és hát olyan, mintha nem hagyod volna ki semmit sem. Mennyire motivált téged is, hogy ott úszik melletted, hogy megint itt van a vetélytárs, és hát korábban ugye mondtad, hogy a saját teljesítményedre is jó hatással volt, hogy együtt edzettetek. Hát ugye azért 100 méter után nem azt láttam, hogy elhúz tőlem, hanem én jövök föl. Az utolsó 50 méteren még mázia volt, hogy nem kaptam el, most én vagyok, kicsit fáradtam. De igen, tehát hogy megvan ennek az előnye is, viszont ezt meglátjuk, hogy meddig lehet kivitelezni. Azért annyira messze nem kell ezeket a következtetéseket levonni. Azért számoltuk vele, hogy annyi állóképessége nem biztos, hogy van, hogy elbírja. Már volt egy hasonló meccsünk Tenerifén egy 200 pillangon, ott én győztem mondjuk. De én úgy gondolom, hogy ha becsülettel ugye felkészül, hogy említettem, akkor ez biztos, hogy újra aranyérem lesz neki 200 pillangon. Még egyébként így az olimpia előtt be van tervezve az Európa-bajnokság? Ugye az Európa-bajnokságra úgy tervezzük, hogy abszolút edzésből fogunk oda menni, tehát ott nem lesz egy nagyon nagy formánk. A döntőben egy ilyen negyedik helyet szerzek, akkor azt még mondom, hogy jó, de most is, hogy jött a Holló Balázs ott az utolsó 50 méteren, tehát nem bírtam lerázni, arra kíváncsi leszek, mert szerintem neki meg lett az EB-szín. Úgyhogy várom, hogy jöjjön ő is majd az Európa-bajnokságra, aztán csatázunk így 3-an akár.